A pályázat célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. Olyan legfeljebb mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a pályázat benyújtásának időpontjában főállású őstermelőnek vagy mikrovállalkozásnak, illetve mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozónak vagy szociális szövetkezetnek számítanak. Március 21-én nyílik meg a lehetőség a pályázat beadására. A pályázók, tehát ennek a pályázatnak az a célja, hogy mindazon a termelők, egyéni vállalkozók, szociális szövetkezetek, akik életképes tevékenységet végeznek, gyakorlatilag megerősödjön a gazdasági tevékenységük, ezáltal a saját munkájuk is biztosítottá válik, illetve foglalkoztatásba is be tudnak segíteni új munkahelyek létesítésével. A pályázati keretösszeg 14 milliárd forint, mondta el Kovács Lajos. Hozzátette, a 2018-ig tartó időszakban folyamatosan írják majd ki a benyújtási határidőket, így a márciusi határidővel még nem csúsznak le a gazdák a pályázati lehetőségről. Amit tudni kell ezzel kapcsolatosan, hogy a pályázati összeg az 15 ezer euró, aminek a 75%-át az első kifizetési kérelemkor kapja meg a pályázó, a fennmaradó 25%-ot a gazdasági terv, illetve üzleti terv megvalósítása függvényébe maximum 36 hónap múlva igényelheti, akkor fogja megkapni a fennmaradó 25%-ot. Ugye a pályázat feltétele még az, hogy 3000 standard termelési érték, illetve 3000 standard termelési értéket meghaladó, de 6000 standard termelési értéket el nem érő gazdálkodást kell folytatnia, és a cél az, hogy a ciklus lezártáig, tehát negyedik évet követően a 6000 standard termelési értéket meghaladó gazdálkodási tevékenységet folytasson. A pályázó a tevékenységét 5 évig nem szüntetheti meg, valamint a pályázók a 10 000 lakos alatti településekről, illetve a tanyás külterülettel rendelkező nagyobb településekről kerülhetnek ki, tette hozzá a kirendeltségvezető.